Klebersberg Kuno életének meghatározó pillanatait mutatja be az a szabadtéri kiállítás, amely az egykori vallás és közoktatásügyi miniszter második kerületi otthonánál nyílt meg. Ez is része volt annak a kulturális programsorozatnak, amivel a 174 éve született politikusra emlékeztek. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta. Klebersberg a háború utáni lefegyverzett Magyarország legfőbb fegyverének a kultúrát tekintette. Mint mondta, Trianon után az egyharmadára csonkított Magyarország kulturális és oktatási intézményi hálózatának jelentős részét elveszítette. Klebelsberg olyan tervel állt elő, amely a tehetség felkarolásának minden lépésére kiterjedt a megszületéstől a nemzetközi tudományos munkáig. Ez a kicsit és nagyot egyben látó szemlélet egyben és egyrészt 5000 új iskolát eredményezett, főként a Trianon után felértékelődött Alföld tanyavilágában. Másrészt elvezetett három egyetem megalapításához, mindössze négy év leforgása alatt. Klebersberg azonban itt mégsem állt meg, már 1927-ben létrehozta az országos ösztöndíj tanácsot, a magyar ösztöndíjasok külföldi tanulmányainak aktív támogatására pedig felállította a kollégium hungarikumok rendszerét szerte Európában, ezeket a magyar kultúra őrszemeinek nevezte. Klebelsberg korán bekövetkezett halára ellenére olyan masszív alapokat rakott le, amelyeken Magyarország a II. világháborúig kulturális értelemben igen magasra nőtt, tette hozzá Varga Mihály. A legmélyebb reménytelenség éveiben megállíthatatlanul és derűvel dolgozott. Gyakran hangoztatta az egészséges nemzetek, mint a visszanyesett fa a katasztrófák után kétszeres erővel fejlődnek. Helyzetértékelése olyan optimizmus sugároz, amelyből bármely kor erőt meríthet, és tulajdonképpen az iránta érzett tiszteletből fakadó kötelességünk is, hogy ezt megtegyük. Ennek a rendíthetetlen és gyakorlati eredményeket hozó hitnek állít emléket, és egyben biztosít otthont a gróf egykori birtokán megújított Klebersberg kúria. A különleges épület hosszú ideig az enyészeté volt, majd 2017-re teljesen felújították. Ma emlékházként működik, amely tudományos konferenciáknak és más kulturális programoknak is otthont ad.